A magyar békedelegáció arra számít, hogy Párizsban őket, mint tárgyaló fél fogják fogadni. Ne is próbáljanak megbízni újságírókat, hogy Magyarországra nézve kedvező cikkeket közöljenek a francia sajtóban. A románok még mindig megszállás alatt tartják a Tisza vonalát. Tudnunk kellene, hogy egyáltalán mit tartalmaz a szerződésünk. Csak ugyan azt hiszik, hogy béke lesz Közép-Európában, ha kiderül, hogy a magyar követelések jogosak.